mai küldetésünk helyszíne, Érd. Célja a Safety of Flatland bulmasztív tenyészet bemutatása. Mikor láttad meg életedben először a bulmasztifot? Hát első kutyánk Somogyvári Vitéz Omár, ő 2008. hóban született. Két naposan láttuk meg először Somogyi Erzsi kezébe. Csak beszélgetni mentünk, ismerkedni a fajtával. De hát amikor kihozta Omárt, akkor az első látásra szerelem volt. A tenyésztője Somogyi János tanácsára elkezdtünk vele kiállításokra járni. Meglehetősen szép eredményekkel. Omár inter- és multi-champion címeket ért el, és ezek után szerettünk volna tőle először csak egy szép kis kutyát mellé, de nem volt igazán szép, vagy olyan szuka, amelyik a mi ízlésünknek megfelelő lett volna. Ezek után hallottunk róla, hogy egy másik barátunknál, Trezán Sándornál a Pietra Kennelbe született egy nagyon ígéretes alom, egy belga kutyustól, illetve egy saját tenyésztési szukájuktól. Onnan választottunk ki egy kislányt, ő volt ugye Zeze, vagy törzskönyvi nevén Pietra Zenit, of Trefilio. Vele is nagyon szép eredményeket értünk el, ő is interchampion kutyus lett. Akik nézik az Ebogatta műsort, azért ezt a két nevet ismerik. Neked a kezdőlők és Magyarország két legnagyobb tenyésztője adta meg bulmasztívba? Mindenképpen. Nagyon sokat köszönhetek mind a két kennel tulajdonosának. Milyen érzés neked, mikor egy klubkiállításon a Bessing Show dobogon állsz a kutyáddal? Hát, sokszor nem fordult elő, úgyhogy még igazából nem tudom, csak azt, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon felemelő érzés. Tehát kicsit úgy repked az emberke. Én még itt tartok. A családodban hogy oszlanak meg a feladatok? Mit csinálsz te és mit a feleséged? Hát a kutyák azért elsősorban az én dolgom. Ő mindenben támogat, de azért neki ott van a két gyerek is. Kiállításokon segítenek nagyon sokat, illetve hát a kölyköknél. Tehát a kölyköknél nem egy emberes dolog van, ott nagyon sokat szokott segíteni a kölyök nevelésben. Készület tenyésztő élete első almára. Egyáltalán mitől lesz tenyésztő szerinted a tenyésztő? Akkor már tenyésztő valaki? Nem, semmiképpen. Hogyha szült egyszer a kutyája? Nem, semmiképpen. Tehát élete első almára, vagy próbából, vagy egyszerűen csak azért készül, mert szeretne a kutyájától egy jó kis kutyát. Legalábbis mi így voltunk vele, nagyon szerettük az Omárt. Engem az érdekel, hogy terveztetek meg ezt a párosítást? Honnan tudtad, hogy az hoz a szukához, az hoz a kamvalót? Ki segített ebben? Beszélgetés idősebb, tapasztaltabb tenyésztőkkel, bírókkal, olyan bírókkal, akik persze kettest, tehát nagy testű kutyát bírának tenyésztettek esetleg régen, és az ő elmondásaikból, beszélgetéseikből cseppegtetett információk voltak azok, amiket összeraktunk. Igazából a mai napig én azt mondom, hogy tanulok. Tehát... Akkor már volt célod? Szeretél volna valamilyen bulmasztifot tenyészteni, vagy csak szeretél volna egy szép kölyköt? Az A betűs alomnál még azt mondom, hogy csak egy szép kölyköt szerettem volna. A B betűs alom az már tervezett alom volt, tehát ott már utána néztünk a vérvonalaknak, találkozásoknak, és bíztunk benne, hogy egy nagyon jó alom lesz. Egyelőre úgy néz ki, hogy sikerrel. Mi a célod? Hát, célom. Mindenképpen elsősorban kiegyensúlyozott vérmérsékletű, egészséges kutyák tenyésztése, minél inkább fajta standardra ütő, hasonlító kutyák tenyésztése. Ha egy-egy alomból lesz egy-két kiállítási kutya, nagyon örülök neki,
mindenki szerintem büszke a saját tenyésztésű kutyáinak az eredményére, de mondom inkább az, hogy egy kiegyensúlyozott, egészséges, jó és munkára is használható kutyus legyen. Hogy készítetted fel a szukakutyát az ellépcsre? Volt-e valami különleges táplálásában, vagy mit szoktál ilyenkor csinálni? Én igazából mióta Blondi megszületett 21-22 hónappal ezelőtt, ugyanazzal a szerintem kiemelkedő minőségű táppalettetek. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy jó minőségű, igazán jó minőségű eledellet etessen az ember. Elsősorban azért a kutyák csontfejlődése, fizikuma, ellenálló képessége, az akkor fejlődik jól, hogyha teljes értékű tápot kapnak. Elő lehet ezt állítani főzéssel, otthon, barkácsolással. Szerintem mennyi idő lenne ez egy ilyen testi kutyánál? Tehát ez egy ilyen testi kutyánál, meg ekkora létszámnál egy fél nap. És ez csak az etetés. Én úgy gondoltam, hogy ezt az időt inkább rájuk fordítanám. Viszont azt vettem észre, hogyha ilyen táppal, teljes értékű táppal etetek, nincs szükség a különböző gyógyszerek, illetve a különböző készítmények plusz adagolásához sem. Mikor a kölykök megszületnek, milyen érzés, mikor a kezedbe veszed őket, vagy hogy várjátok? Hát az nagy izgalom. Nem sok álmunk volt még, de azért sikerült megtapasztalni. Nagyon fontosnak tartom például azt, hogy nálunk az elejétől fogva, első naptól kezdve a kiskutyák, lehet, hogy nevetni fogsz, rádiót hallgatnak. És szocializálod így őket? Igen, igen, de az első naptól fogva. Sokkal stabilabbak már lelkileg. Illetve a sok törődés is azért, ugye? Igen, mikor igen, kezded igen, el igen. őket etetni, mikor segítesz be a szukának? 4 hetesen kezdtem el pluszba táplálni. Kölyöktáp, tehát van ilyen elválasztó táp, kifejezetten erre a célra. Azt a tápot teljesen beáztatni meleg vízbe, felforralt és lehűtött vízbe. Ezzel kezdték, viszont 6 hetesen az enyhén áztatott tápot már rágták. Fontos egy kölyök kutyánál a táplálás, ha felnő, mennyibe határozza meg szerinted az életét? Teljesen. Gyakorlatilag az alfa és az omega. Hát azért én azt szeretném, hogyha a kutyáim mint 12-13 évet megélnének, és ehhez azért elengedhetetlen dolog az, hogy nagyon jó minőségű tápot kapjanak, az immunrendszer erősítéstől elkezdve tényleg a csontfejlődésig minden. Hoppá, bifi volt. Hány hetes korba szoktad odaadni az új tulajdonosoknak a kiskutyákat? Ebbe lehet, hogy egy kicsit igen, azt tudom, kirívó kérdeztem vagyok, mert én nálam 12 hetes kor előtt nem lehet elvinni kiskutyát. Amikor a teljes oltási ciklusa és a teljes védettsége megvan a kiskutyáknak, akkor kerülhetnek új gazdához. Mindig megkérdezem tőle, fontos dolog, milyen kutyát szeretne? Hobbi célra, kiállítási célra, tenyésztési célra. El szoktam mondani, hogy melyik kutya szerintem mire alkalmas. Aki hobbi célra szeretne kutyát venni, miért javaslod, hogy mégis egy törzskönyvezett kutyát vegyen egy jobb kennelből? Ne pedig a piacon mondjuk egyet, olcsóbban mondjuk 20-30 ezer forinttal? Igen, pont az, amit az elején mondtam, ami többek között a mi célunk, és szerintem nagyon sok tenyésztőnek a célja, az a megfelelő vérmérséklet, megfelelő genetika, genetikai háttér. Tehát azért egy tenyésztő az gondolkozik, melyik vérvonal, melyikkel illik össze. Nem az van, hogy otthon van 2 kutyája, jaj, de jó, tüzel a szukám, lesz sok kiskutya, csinálunk belőle sok pénzt, és eladjuk. Azért tenyésztő és tenyésztő között is tudjuk, ebben a fajtában igen nagy különbségek vannak. Honnan tudja egy kezdő kutyatulajdonos, egyáltalán való-e kezdő kutyatulajdonosnak bómasztív, és akkor eldönteni azt, hogy honnan vásároljon kutyát? Hát, ezt nehéz megítélni.
Én azt tudom tanácsolni, hogy minél több kenelhez el kell menni, meg kell látogatni őket. Nem kell beengedik a kenelbe a látogatókat? Hát ahova nem engedik be, én oda nem mennék vissza. Na most való első kutyás? Igen, erre akartam kitérni, hogy nehéz ezt erről véleményt mondani. Én azt mondanám, hogy van olyan ember, akinek igen, de azt valószínűleg a tenyésztő már látni fogja, hogy illik neki, vagy nem. Van, aki olyan körültekintően vásárol első kutyát, hogy tényleg, amit az előbb mondtam, mert ellátogat sok kenelhez, sokat érdeklődik, megnézi a kölyköket, nem az van, hogy elmegy valahova és gyorsan kiválaszt egy kölyköt, viszi haza és jaj, de jó. Egyáltalán egy jobb kenelbe lehet azonnal kölyökutyát kapni? Nagyon-nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Akinek szerencséje van és ezt kifogja, az tegye össze a két kezét. Hogyha sikerül kiválasztani a kenelt, ahonnan a kölyökutyát el fogjuk hozni, mi az, amit egy kezdőkutya tulajdonos megkap a tenyésztőtől, amit máshonnan esetleg nem, mikor elhozza a kutyát? Én azt szeretem, hogyha tőlünk kikerült kiskutyákkal folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot, ezt kérem is minden gazditól. Eddig elmondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok ebben a tekintetben. Hát nálunk kapnak, már eleve úgy van, hogy a kiskutyáknak saját tálkájuk van, abba esznek, amikor már nem szopiznak az anyjuktól. Ez a tálka, ez megy velük az elején. Saját rongyaik vannak az elletőben, tehát ezt is oda szoktam adni, hogy legyen valami, aminek saját illata van, anyuka illata van. Illetve abból a tábból, amit kapnak az elválasztástól, a kölyök tábból, én mindig egy komplett zsákot szoktam adni a kölyökök mellé, mert tudom, hogy akkor legalább addig az egy-két hónapig, amíg azt a tápot eszi, addig biztosan azt a tápot fogja enni, amit előtt elvett, csak törzskönyvezett és csipezett kutyák vannak. Sokan mondják, hogy hobbi célra szeretnék, csak kiskutyát, törzskönyv se kell semmi. Akkor el szoktam mondani, hogy ne haragudj, nem a törzskönyv az, ami a kiskutya árában befolyásoló tényező. Ami nagyon fontos, hogy az oltási könyvét is szintén. Még a 12 adjuk. Hetesen átadott nálad már hány oltás féregtelintés van, és a féregtelintés is benne van ugye az oltási mindenképpen könyve. Nálam a féregtelintés 2 hetesen kezdődik, 12 hetes korig 2 hetente féregtelenítve vannak, illetve 3 oltást kapnak meg, és utána egy alapveszettségoltást. Elosztottuk a feladatokat, egy kicsit tőled kérdezek akkor egy bullmasztiffnek, milyen a jelleme? Hát igazából attól függ, hogy melyik bullmasztiffnak. Nagyon különbözőek? Különbözőek. Vannak fő jellemvonások, amik hasonlóak, tehát például nekünk a gyerekeket mindegyik imádja. De van, amelyik mozgékonyabb, van, amelyik kevésbé, van, amelyik dominánsabb, van, amelyik nem annyira. De ami szerintem közös, hogy viszonylag nyugodtak, legalábbis a többi fajta kutyához képest viszonylag nyugodtak, mindegyikben, főleg a szukákban, de tulajdonképpen mindegyikben elég erős a háziőrzésre való hajlam, tehát nem kell őket tanítani rá. Személyőrzésre szerintem tanítani kell, hogyha az ember erre akarja használni, és hát nagyon barátságosak. Tehát azzal, akit ismernek, és ha úgy neveljük a bullmasztifot, hogy barátságos legyen, akkor azok nagyon barátságosak. Ideget nem biztos, hogy beenged. Mikor egy kölyök bullmasztifot útjára bocsájtotok, mit tanácsoltok az új gazdinak, mire figyeljen oda a lakásban, kertben, hiszen azért tudjuk, hogy egy nagyon okos fajtáról van szó? Hát, igazából egyrészt, hogy be legyen kerítve rendesen, tehát ne menjen ki a bullmasztif, szerintem, ha ki akar menni, akkor drótkerítésen simán kimegy. Tehát ki ugyan nem ássa magát alul, de stabil kerítésnek kell lennie, nem is fog átugrani magas kerítés, de azért az legyen megépítve. A lakásban
nagyon jól el van a lakásban, ha van elég ideje és tere, hogy kint kimozogja magát. Tehát a miénk is sokat alszanak, pihennek benne a lakásban, és a helyükön el vannak egész kicsi koruktól, tehát tudják, hova szabad menni, hova nem. De erre meg kell tanítani. Tehát az elején el kell dönteni, hogy mit akarunk a kutyától, és ahhoz következetesen ragaszkodni. És akkor nincs vele gond. Érdemes kutyaiskolába járni vele? Az Omival mi jártunk, és nagyon szerette. Csibészelni is nagyon szerette, még az egészet nagyon szerette, de nem lett tőle abszolút agresszív. De otthon is meg lehet tanítani mindenre. Tehát ha valakinek van kedve hozzá és ideje, akkor érdemes kutyaiskolába járni, de nem kötelező. De foglalkozni vele szerintem mindenképpen nagyon fontos. Mennyi foglalkozást igényel egy ilyen nagy testű kutya? Ezt nehéz megmondani. Én inkább azt mondom, hogy minden nap kell vele foglalkozni, tehát mi csak olyan helyre igyekszünk adni kölyökkutyát, ahol tudják azt vállalni, hogy minden nap mondjuk legalább fél órát foglalkoznak a kutyával, és amellett még legalább egy fél órát, órát a közelükbe lehet. Tehát nem kell csak a kutyával játszani, de ott legyen a gazda közelében a munka mellett, és ez minden nap megoldható. Azt szerintem nagyjából elég. Persze lehet sokkal többet is, hogyha valami különlegeset akarsz a kutyából kihozni. Szerintem kell, hogy bumaszik legyen erőteljes, tehát hogy ránéz az ember és olyan zömök, izmos. Ez elég jól leírja a standard, tehát a méretet, az, hogy a fej szögletes legyen, az orr és szögletes legyen, hogy az orr hossz, az egyharmad arányú legyen a fejhez viszonyítva. Ezeket konkrétan megmondja a standard. Ezen belül szerintem nagyon fontos, hogy a kutyának nagyon jó legyen a mozgása, kiegyensúlyozott a felépítése. De azért mégis egy fejkutyáról van szó, tehát az, hogy a feje az jó legyen, és ilyen igazi bulmasztifos kinézete legyen, az nagyon fontos. Erőteljesnek és aktívnak kell lennie szerintem. Milyen színekben van bulmasztif? Van homokszínű, vörös és csíkos. A fekete maszkat követelmény, ugyanígy a vörös kutyánál. A mellkason lehet fehér folda, hogy a lábak, a fenék, ilyesmi, ez nem lehet fehér. És a csíkos kutyának is két színűnek kell lennie, tehát a csíkozás alatt vagy vörös, vagy homokszínű, és a csík persze fekete. Mennyit kell ápolni? Amit az emberek kedve van. Tisztán kell tartani, tehát ne legyen koszos a kutya, de azon kívül nincs a gond a szőrével. Miért szereted ezt a fajtát, és miért ajánlod másoknak? Mit mondanál? Illetve kinek nem való ez? Szerintem nem való annak, aki nagyon aktív kutyát akar olyan szempontból, hogy nagyon hosszú túrákat akar vele csinálni, nagy sebességgel mozogni. Ez szerintem egy nyugodt kutya, családhoz, gyerekhez mindenképpen való. Lehet vele dolgozni, lehet vele kiáltásozni, de elsősorban nagyon kell szeretni. Tehát akinek nincs ideje a kutyára, az nem válaszol bulmasztifot. Ez egy kifejezetten gazdacentrikus kutya. Azért hívtak meg benneteket most erre a forgatásra, mert nektek a családba egy különleges módon kerültek be a kutyák. Hát igen, hozzánk elég nehezen kerültek be a kutyák, mert anyukám nem nagyon akarta a kutyákat eleinte. Miért? Fél tőle eleinte, akkor sok piszkot csinálna. Meg hogy nagy kutya, ugye a kis kutya az nem kutya, a nagy kutya az már kutya. És miért félsz a kutyáktól? Hát gyerekkora óta nem nagyon szereti őket, de most már barátkozott velük. Mikor először ellátogattatok Gyuláékhoz, hogy sikerült bevinni egyáltalán? Először nagyon féltünk mindannyian, mert elég nagy termetű kutyák, de utána megbarátkoztunk már így a második látogatás során a kutyákkal. Fontos az, hogy egy jó kenelről, jó helyről vegyetek a állatot? Igen, igen, rendkívül fontos szerintem, hogy jó kenelből származzon a kutya, mert a minőség az egyben garancia is szerintem. Azóta is folyamatosan tartjátok a kapcsolatot? Igen, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A Gyula elég sokszor jön ki hozzánk és nézi meg a kutyákat, hogy minden rendben van-e vele. És hogy változott meg az életetek? Eléggé. Idáig délbe keltem, most már reggel 7-kor kell fölkelnem, és kutyát kell sétáltatnom, ideig ugye nem nagyon volt. És egyre többet kell takarítanunk is. Édesanyját hogy bírja? Anya nagyon jól bírja őket. Nagyon jól megbarátkozott velük, és nagyon tetszik nekik is. Megéri most nap után fölkelni reggel és elvinni őket sétálni? Igen, igen, nagyon megéri. De nagyon nagy szeretetet adnak a kutyák, és így
nagyon jó erik lenni. Annak, aki fél a kutyáktól, vagy nem szeretne tartani, mit tanácsolnál, hogy mégis miért érdemes egyáltalán egy kutyával élni? Azért érdemes együtt élni egy kutyával, mert rendkívül aranyosak és szeretetlen méltóak, és egy társ az ember mellett, és nem kell tőlük félni. Kicsit előrevetítjük a jövőt, és mondjuk azt mondanánk, hogy egy jó tündér teljesíteni a kívánságot, és 10 év eltelik, mi az, amit szeretnél, hogy legyen? Milyen életet szeretnél élni? Hát, ebben nem értünk egyet feleségemmel. Én legszívesebben leköltöznék egy nagy szanyára, valahova vidékre, távol a várostól. Körülvenne egy 10-20 bulmastit, azt úgy élvezném. Még egy-két állat, esetleg ló, és én nagyon kellemesen érezném magamat. És a feleséged akkor? Az egész családdal természetesen. De a feleséged akkor mit akar? Hát ő azért, ő biomérnök, a Műszaki Egyetemen dolgozik, és nagyon szereti a szakmáját, nagyon jó is benne. Épp ezért valami olyan köztes megoldást kell majd találnunk, hogy autópálya vagy valami hasonló gyors közlekedéssel ezt a kettőt is lehessen mondani. Mindig is lesznek kutyáid? Biztos.